magas vérnyomás betegség nagyon-nagyon sokakat érint Magyarországon, és nem véletlenül hívják ezt a betegséget néma gyilkosnak. Miért fontos odafigyelnünk a vérnyomás mérésre? Népegészségügyi szempontból egy nagyon meghatározó jelentőségű betegségről van szó, ami számos egyéb szívérrendszeri, egyéb daganatos és cukorbetegség szempontjából is önálló rizikófaktorként szerepel. A vérnyomásmérések gyakoriságának szükségességét életszerűen kell kezelni, ugyanakkor természetesen vannak olyan nemzetközi és hazai szakmai ajánlások, melyek egyértelműsítik, hogy bizonyos korcsoportokban, illetve bizonyos társbetegségek megléte esetén milyen gyakorisággal érdemes a vérnyomást ellenőrizni. A legfrissebb hazai szakmai ajánlások egyértelműsítik azt is, hogy a rendelői vérnyomásmérésen túl kiemelt prioritást élvez a beteg otthonában történő vérnyomásadatoknak az értékelése. Ezért is van nagyon nagy jelentősége annak, hogy a betegek rendszeresen otthonukban is vérnyomás ellenőrzést végezzenek, ezeket a vérnyomásadatokat rendszeresen továbbítsák a kezelőorvos felé, és a továbbított adatokból a kezelőorvos le tudja vonni a megfelelő terápiás konzekvenciákat és terápiás döntéseket tudjon belőle végezni. Ugyanakkor a COVID-pandémia kitörését követően egyfajta kényszerhelyzetbe kerültek egyrészt a betegek is, illetve a kezelőorvosok is, hiszen a különböző egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség meglehetősen korlátozott volt. Ezért szükségszerű volt, hogy előtérbe helyezzük azokat a telekonzultáción, távkonzultáción alapuló megoldási lehetőségeket, mely a beteg személyes jelenléte nélkül segítette a házi orvosokat, családorvosokat a megfelelő döntések meghozatalában. Úgy gondolom, hogy a COVID-pandémiát követően is a vérnyomásértékeknek egy telefonos applikáción keresztül történő továbbítása az továbbra is előtérbe maradt, hiszen ennek az ellátásformának már a jogi alapjai is megteremtődtek egy jogszabálymódosítást követően.